Szevasztok, srácok! Úgy látom, hogy már egy picit pörög a chat. Viszonylag pörög a chat. Lehet egyébként így, hogy 3-kor kezdtem, jóval kevesebben leszünk, mint amire én számítok. De... még várunk egy nagyon picit. Road to 20k, hát igen, az még egy picivel több feliratkozó kell, de jó úton haladunk, igen. Te vagy a legjobb lejel, nagyon szépen köszönöm, Pacsi, neked. Srácok, mindjárt kezdjük, egyébként több kérdés volt, hogy ez a teljes játék, és hogy mikor lehet letölteni, igen, ez a teljes játék egyébként. Háromtól lehet leszedni, nem, már lent van a játék, tegnap éjjel már toltam 4 meccset is. Tegnap este toltam 4 meccset Ultimate Teambe. Már lehet szavazni? Nem. Az a szavazás, az annyi, mint ha én raknék ki a szavazást, szóval azt hagyjátok. Sziasztok! Hali!
bemondod a nevem, nem mondom be a neved, ez nem az örök kérték. Na, jó a kamera, egyébként most jó, nem tudom, hogy ez mitől függ, lehet, hogy este nem működik annyira jól, napközben meg igen. Úgyhogy igen, ma toljuk szépen a teljes FIFA 18 journey-t, legalábbis addig fogjuk tolni, amíg a játék megállít, mert egyébként meg fog állítani egy idő után, úgyhogy addig szerintem letoljuk, aztán majd ha nektek tetszik ez, akkor lehet, hogy egy picivel később majd fogjuk ezt folytatni, de ennyi elég a dumából, szerintem indítom a játékot. Az a vicc, hogy Rekállal beszéltem, meg Krisztiánnal is beszéltem, nekünk nem indul el a játék, illetve hogy elindult a játék tegnap, ma már nem indul el, hogy ez miért van, nem tudom, de egyébként az a szerencse, hogy nekem működik, és tudok élőadást csinálni, nem úgy, mint a legutóbb, hogy kiírtam, és nem tudtatok jönni, mert ugye, hát sajnos a YouTube úgy gondolta, hogy hát nem engedi, hogy élőadást indítsak. Na de, szerintem ezt mondja, hogy a Niki itt van a cseten, szerintem ő azért jött haza suliból is, hogy meg azért is várt, hogy lesz food draft vagy pack opening? Lesz food draft is, meg pack opening. Food draftból egy nagyon komoly videó lesz, mármint úgy érzem komoly, hogy hosszabb is, meg focis dolgokkal is meg lesz spékelve. Igen, az lesz, pack opening az meg ilyen 29-én vagy 30-án lesz, ugye akkor jönnek ki a One Stewards kártyák, és addig nem szeretnék pack openinget csinálni, illetve a FIFA pontomat arra költeni, úgyhogy addig nem hiszem, hogy lenne mondjátok, pack opening, úgyhogy azután biztos, hogy lesz, viszont a zenéből meg a minden egyéb dologból vissza fogunk venni, sőt a zenét azt le is vesszük. Az nem kell. Jó. Úgyhogy szerintem átváltunk a játék képére. Xboxon mikor jött ki? Hú. Szerintem egyébként akinek Origin Access-e van, vagy Early Access-e van, az már tudja tolni. Várjátok, rakjunk egy játékot, egyébként nem tudom mi van. Ja, hogy ez a teljes játéknak a izé, és azt kell még így külön oda rakni. Jó. Igen, kész is van. És egyébként már is jött egy feliratkozó, szevasz, köcsi. Köszi, hogy feliratkoztál. Na, nézzük azt a draftot, viszont a zenét azt megállítjuk, mert ugye bár a drafthoz nekünk azért hangok is kellenek, és ha nem fogjuk hallani a játéknak a hangját. Már is jött egy Lutz, mennyi a teljes játék, hát az attól függ, hogy melyiket veszed meg. Azt hiszem, hogy a sima verzió, szóval a standard, az... Hú, na várjatok. A standard verzió, az kérlek szépen 17.000 forint, azt hiszem. A következő az 24, és azután lévő az már egy ilyen borsosabb, az majdnem ilyen 30.000. Na de, nézzük azt a journey-t. Lássuk, hogy milyen lesz. Hát még nem játszottam vele. Ó, hogy ki kell választani a klubot? Hát akkor szerintem én megint a West Ham-et fogom választani. Egyébként... hát legyen Striker. Striker. Hunter. Na nézzük. Nézzük. Gyerünk. Remélem egyébként vagyunk páron. Ja. Ó, hogy ez a régi journey. Egyébként lehet, hogy be kellene rakni majd a feliratokat is. Igen, ez történt a FIFA 17-ben, aki még nem tolta. Igen, a Ronaldo 24.000. Egy originál letöltötted és nem... Hát azt szerintem egyébként Rekálnak is ugyanez a baja, hogy nem indul el. Tehát, hogy reggel játszott, hajnalban még játszott és most nem működik. Na de nézzük ezt a journey-t. Fú, de vártam, srácok, végre valamiből tudok videót gyártani nektek. Ja, igen, ez mikor Harry Kane-t leigazolta a csapathoz. Várhat a matek. Mekkora duma! Ennyi. Easy.
Ha neked honnan van meg? Hát megvásároltam az Origin Access-t, és azzal egy ilyen 10 órai, és 10 órás ilyen kipróbáltó verzió van. Na de nézzük! És szerintem... Várj csak. Itt volt az FA kupa, ugye? És akkor itt mondta, hogy kint a pályán találkozunk. Itt Hunternek az apja. Na. Nézzük, hogy akkor hogy fog folytatódni a journey. Eddig teljesen végtoltuk. Ó! Ezt mintha láttam volna a képeken. Rio de Janeiro! Uhú! Kis utcai foci lesz, szerintem. Uha! Hova lett a szakállat? Leszettem, de majd lesz ilyen is. Vagy lesz olyan is. Na nézzük. Itt tanult Pelé, vagy Roberto Carlos, vagy Neymar. Az igen. Az Roberto Carlos. Az a 2006-os Real Madrid mez, ami van ott a srácon, ez. Csak 10, igen, 10 órás ez a verzió. Na. Ja, hogy menjünk vele játszani. És ismerik is a csávót. Ennyi. Az biztos valami nagy csávó. Az igen, beküldte a felsőbe. Halka játék, váltok srácok. Akkor toljunk a játékon is egy picit. Mondjuk így, de váltok. Szerintem egy picivel jobb lesz így. Gondolom, hogy jó. Na, nem 22-én? Nem. Ez már a teljes játék. Na. 2-4 ellen, az jó lesz. Fúha. Na. Úha, ez az. Úha, FIFA Street. Ahol takarodjál. Nézd már mennyire jó. Úha, jó. Kis gyerkőcöket. De jó te. Lőd be. Boom, gól. Egy ide. Hú, a gyerek hogy passzol meg minden. Na, Hunter. Gyere. Kapusunk miért jött ki? Jó? Jó? Gól. 2-0. Esküszöm, hogy jó. Hú, ez nagyon jó ez a része. Na, gólpassz, gyere. Vagy nem gólpassz, de... de jó, hogy hívtak pont most. Mindegy, ezt most kinyomjuk. Mindegy. Jó, gól. Nem is tudom mennyire vezetünk. Ja, 3-0. Ajaj, ne. Jó, szép. Ja, az fölé ment, és akkor ilyenkor újra középkezdés. Jó. Kapufa. Ja, menjél vissza a kapuba, léci. Jaj, nem is azon volt a kúr. Na, hát ezt innen belőjük. Aha. Mesélj még. Nem is annyira könnyű egyébként, mint amennyire tűnik. Jó ez. És ott a gól. Gyertek hozzám, please. Maradjál már csöndbe. Azt mondja, gyertek hozzám. Feleséggel akarod venni Evit, vagy mi van? Megint jönnek a kis izék. Kis feleségkérők. Házasodni vágyok is, gyerekek. Jaj, ne, jó. Szép. Na. Bum. Nem megy be. Ja, de hogy nem. Ja, hogy még van annyi perc. Oké.
Hát ez elég easy eddig. Kis kutyaugatás, mert minden tök jó. Jaj, most kaptunk egy gólt. Melyik verziót vetted meg? A standardot vettem, srácok. Kaptam egy olyan oldalt, ahol a standard verziót tök jó áron megkaptam, még tudtam kapni hozzá FIFA pontot is. Úgyhogy ez csak egy jó... az igen. Milyen kis zene van. Nagyon nagy feeling amúgy. Írjátok le már, hogy hányan vagyunk itt. Remélem nem csak 30-an. A legutóbb egyébként annyian voltak. Jó. Na, kis gyerkőc, kb. Akkora, mint egy, kis doboz. Mocskolás, azaz. Na, egyébként ennyi is volt. Ez a rész. Na nézzük itt, mi lesz. Kis kakas kukorékolás. Köszi szépen, srácok. Na, egyébként 10 órás verziót onnan lehet letölteni. 170-en vagyunk, szevasztok srácok, pacsi nektek. Hatalmas királyok vagytok, hogy a matek házi helyet ezt választjátok. De meg kell ígérjétek azt, hogy amikor vége a live-nak, minek elmegy házi feladatot írni. Mert azért jó lenne, hogyha nem kalászodnátok el annyira, hogy itt ott hagyjátok a tanulást emiatt. Na, azt mondja, hogy Alexander hogy is van? Személyiség úgy fog kialakulni, hogy attól függ, hogy mit választunk. Így ezek közül tudunk választani. Egyébként ez ugyanaz, mint a tavaly. Jó, ezt most hogy tudja? Legyen balanszt. Aztán, várjál. You raring to go. Can't wait to be. Ennyi. Nekem matek dolga lesz holnap. Na, az jó akkor. Hallod, ez olyan copyrightos zene. Várjátok srácok, ezt gyorsan lehúzzuk, amíg lesz ez a cucc, mert olyan copyrightot fogok kapni. De mindjárt visszarakom a hangot, amikor tényleg a játékról van szó. Írtam leckét, kivételesen. Na! Az király. Egyébként itt szerintem most így a falakon azok a játékosok vannak, akik benne lesznek a játékba. Igen. Na, Hunter visszatér. Na nézzük srácok, hogy akkor hogy is fog itt alakulni nekünk a... Hogy is fog alakulni nekünk itt a játék. Na várjátok, egyszer azt mondja, hogy game settings. És... nem. Azt akarom megnézni, hogy hol tudom én a feliratokat bekapcsolni. Itt talán? Nem. Visualnál sem... Látom, mindegy, lehet szerintem a játék előtt kell, vagy nem. Nem. Na jó. Akkor nyomjuk az Advance-ra, és akkor kezdjünk bele a mókába. Ó! Alex Hunternek a felszerelését tudjuk testre szabni. Azt mondja, hogy... Szóval, aki ilyen nagyon agresszív, az... mármint, hogy ilyen paprikás hangulata van, mondjuk így, az gyorsabban szerzi a követőket, viszont elveszíti a bizalmát a menedzsernél, aki cool personality-je van, az... az több játék időt nyer, illetve többször játszhat, több ideig játszhat. És ami azt jelenti, hogy több... tehát, hogy magasabb szintet tud elérni. Úgyhogy nézzük ezt a kis testreszabást. Customization. Húha! Hello! Na, nézzünk egy wardrobe-ot. Hallod, és a ruháját is... Ja, és hogy... az a baj, csak ezeket tudjuk itt állítani.
Na, legyen ez a player póló. Oké. Ja, hogy itt még ilyenek is vannak. Aha. Pulcsi nem kell. Nadrág, jó lesz ez. Kis szakadt farmer. És a cipőkből mondjuk legyen a piros. Na, ezzel meg is volnánk. Nézzünk egy ilyen megjelenést. Ó, akkor már milyen hajak vannak. Ez hogy néz ki? Jaj, nem is tudjuk addig megnézni, amíg nem... Na, Alex Hunternek ez a haja legyen? Legyen ez a haja. Vagy ez? Hogy néz ki, úgy néz ki, mindegy, nem is tudom. Na, hagyjuk. Jó lesz ez. Alap az azért eléggé... Ja, és hogy lehet tetkókat rakni rá? Aha! Skorpió. Legyen egy ilyen... Nem tudom mi. Teletoljuk tetkóval. Ugye a fekete bőr nem fog látszani a tetoválás, de nem baj. Na, és akkor nézzünk ilyet, hogy... mez. Aha! Ja, szóval ezt is lehet, hogy szűk meze legyen. Be legyen-e tűrve, vagy nem. Már kiért a FIFA? Szar. Nice! Meddig fog tartani? Nem tudom, srácok. Ez tényleg egyébként attól függ, hogy... na, várj csak. Nem. Ez a sima jó lesz. Ez attól függ, hogy meddig engedi a játék maga, mert nem fogja végigengedni. Na de nézzünk akkor egy kis cipellőt. Legyen ez. Kis zöldes cucc. Ja, hogy ja! Taps! Kifagyott a játék. Az igen. Na jó, akkor ezt indítsuk újra. Mert ez meghalt. Az igen. Hát ez elég nice. Ezzel még kell fejleszteni a kis EA Sports. Hát, ez beszarás. Na várjatok, srácok. Ezt újra lőjük. Ez elég érdekes volt. Na várjatok. Nem tudom egyébként, lehet, hogy nem azokat a cipőket kellett volna választani, de nem baj, srácok, mindjárt folytatjuk. Ugyanonnan, ahonnan abba hagytuk. Hihetetlen, esküszöm. EA Sports. Ez most sem lett sokkal jobb, mint ahogy szokott lenni. De nem baj. Gratulálunk az EA Sportsnak, hogy ennyire jó ez a játék. Na, lépjünk vissza akkor ide. Toljunk egy FIFA 18-at. És akkor... méretezzük be, mekkora kell. Hát elég jó. Elég jó. Na. Na váltok, srácok. Zene nem lesz azért, mert egyrészt azért, mert szeretném, hogyha tényleg a játéknak azokra részeire mennénk rá, amiket tényleg a hangok, beszélgetések. Na de hát igen, újra kell indítani. Küldtél lucot. Nyugi srácok, az a baj, hogy menet közben nem tudom beolvasni a lucokat, de a végén mindegyiket be fogom olvasni. Na úgyhogy fussunk neki még egyszer a journey-nek. Hihetetlen. Na nézzük. Remélem nem kell előről megnézni mindent. Nem. Ez most nagy szerencse. Jó. Bla 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 bla. És Evi milyen szorgosan itt posztolgatja a dolgokat. Igen, egyébként van Instagramom, meg Twitterem is, meg Facebook oldalam is. Egyébként az van a Facebook oldallal, hogy ott tudtok, ha bekövettek ott, akkor biztosan értesültök arról, hogyha új videót rakok ki. És az azért fontos, mert legtöbb embernek nem küld értesítést. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy tetkókat kiadjuk. Na nézzünk mezből ez. Ne legyen olyan csicskán néz ki. Jó lesz ez a cipő. Nem meleg cipőt választani. Jó az a középig. Ja, és akkor legyen egy ilyen fehér csukló pánt, vagy csukló cucc. Aha, jó, next.
Na. Első fejezet, The Life. Az élet. Na nézzük. All right, listen up. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition and the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. Aha, szóval az van, hogy egy... Na, mindjárt elmondom. We need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Understand? Szóval srácok, az a lényeg, hogy egy nemzetközi kupa lesz, ahol az egész csapat részt vesz, és nem szeretnének csak egy középszintű fitness... Hát, hogy is... az a baj, hogy... Várjátok, erre nincsen jó magyar megfelelő, hogy nem ugrik be, de jó fizikuma, vagy jó fizikai állapotban kell lenni, és nem garantálja az edző, hogy mindegyik játékos részt fog venni, illetve nem mindenkinek garantál sok játékidőt, úgyhogy szerintem most lesz egy ilyen... Jó van, szóval itt az a lényeg, hogy most azért kell küzdenünk, hogy benne legyünk a kezdőcsapatban. Na nézzük, need a football refresher. Good to go. I'm feeling good, boss, raring to go. That's what I like to hear, Hunter. Na. Igen. Rossz a cím, mi van? Miért rossz? Here we go, lads, back at the grindstone. Let's... Na jó, nézzük akkor a meccset. A régi kezdő rúgás, vagy illetve a kezdő kép, hogy ugye betöltésnél Huntert láthatjuk. Csak a PC-nek. Ja, a PC-seknek, nem, Xbox-osoknak, vagy Xbox One-osoknak. Sokan kérdeztétek egyébként, hogy az Xbox 360-ra elérhető-e a játék. Elérhető, viszont majd akkor, mikor megjelenik. Azt hiszem azon most már nincsen ilyen Origin Access cucc, de van, illetve azon nem is lesz Journey. Lehet, hogy egyébként ez egy ilyen marketing húzás, hogy hogy ne tudjanak az emberek, illetve hogy vegyék meg az új konzolt. Na, jó passz, gyere, Hunter. Úramisten, gól. De gusztustalan gól, de bent van legalább. Szevasz, Mark! Szevasz! Na, Mizu! De szóval kommentátor sincsen. Kb. Van két ember, aki ordibál, az előbb kiabáltak, hogy finish, aztán... Kb. Be sem tudtuk, alig tudtuk befejezni ezt a támadást. Na, gyere! Hunter! Most nyomtam a paszt, azt letépték az arcát kb. Na, a labdát nem kellene megszerezni, vagy valami ilyesmi. Jó. Úramisten, Hunter nagyon ott van most a szeren. Szép, ja. Nem hogy nem hallok semmit, edzeni vagyok, úgyhogy csak beköszöntem, sziasztok. Jó edzést, Mark! A kis gyúrós pista itt volt. Új a luc egyébként, de majd egyébként mindegyik lucot, srácok, amit küldötök, azt majd a végén fogom beolvasni. Addig nem fog tudni vele foglalkozni, mert nincs még egy képernyő, vagyis van, csak az beszart. Úgyhogy azzal most nem tudok foglalkozni sajnos, de nyugi srácok, mindegyik lucot be fogom olvasni. Jó. Jó. Bum! Hú, az igen! Az gól volt, apukám! Nagyon durva egyébként. Ebben a játékban teljesen más, szóval nagyon jók a távoli lövések.
az ilyen csavarásos, meg ilyen régi, amiket, amihez a FIFA 17-ben szoktunk, az teljesen más, de egyébként nagyon-nagyon tetszik a játék. Mindegyik játékos egy picivel lassabb lett, a játék is egy picivel lassabb lett, és sokkal jobb. Legalábbis nekem nagyon-nagyon tetszik. Hát mindjárt ránézek a kommentekre is, csak ezt a labdát valahogy meg kellene szerezni. Hello Lehel, hogy vagy? Nagyon szépen köszönöm a kérdésed. Nagyszerűen vagyok, a tegnap éjjel már annyira hülye voltam, hogy fél négyig fönt maradtam, hogy tudjak. Az igen. Hát ezt belőttük rendesen. 3-0. Na, szóval késég fönt voltam, hogy tudjam letölteni ezt a játékot. Nem gondoltam volna egyébként, akkor kiadják. Szóval ilyen 12-1 körül már kint is volt. PS4-re kijött Hunter. PS4-re nincsen ilyen early access, szóval nem tudtok PS4-en hamarabb játszani. Ez ilyen Xbox, illetve PC kiváltság, szóval PC-n tudtok ezzel játszani, illetve ezzel a játékmóddal játszani. De hogy 11-es lesz? Azért nagyon fölvágták a kis James Collins. Aha. Rúgjuk Hunterre? Rúgjuk Hunterre. Na gyere Hunterke. Ezt most beküldjük a bal alsóba. Ott is van. 9,5. Hány gigát foglal a FIFA 18? Hát kérlek szépen, azt hiszem valami 35 giga volt. És hát egy jó 20 perc kellett, amíg lejött. Egyébként elég jó, szóval netemnek is köszönöm, hogy nem hagyott cserben. Azt írja az Origin, és hát a teljes játéknak, igen, akkor jön majd ki. Ez a verzió, amit most ti láttok, lehet egyébként nem mindenki tudja. Ez úgy érhető el, hogy vesztek egy Origin Access-t, ami 4 euróba kerül, és egy hónapon keresztül tudtok azokkal a játékokkal játszani, amik itt vannak az Origin Access által elérhető. Ráadásul a tavaly is ugyanilyen volt, hogy úristen. Szóval tavaly is volt egy ilyen akció, hogy 10 órán keresztül a teljes játékkal tudtál játszani, úgyhogy ilyenkor be kell osztani mindent, amit szeretnél, illetve amit játék nélkül meg tudsz csinálni, azt a webabban megcsinálod. És a többit pedig a játékon belül lejátszol egy-két meccset. Tegnap este egyébként 4 meccset is letoltam. Tök jó. Az Ultimate Team az nagyon-nagyon tetszik. Szerintem nincs, és nem fel, hogy PS4-re nincs. Hát sajnos ezt nem én döntöm el, de hát egyébként igen. Igen, ez teljesen más. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy a Microsofttal van szerződése az EA-nek, vagy egyébként volt is szerződése, nem tudom, hogy még tart-e, de valószínűleg amiatt van, és ezért van az, hogy valószínűleg Windows-on is elérhető, és nem csak Xbox-on ez a Early Access cucc. Amikor kijön PS4, abban lesz Hunter, persze. A teljes játékban PS4-en lesz Hunter, nyugodjatok meg srácok, ott lesz a Journey, meg minden egyéb cucc. Úgyhogy azt egyébként érdemes is. Szerintem én most már lassan azt mondom, hogy a játékot már azért is érdemes megvenni, hogy ezt a Journey-t ki tud próbálni, meg tudj vele játszani. Nagyon-nagyon jó a sztoria. Fú, mellé ment. Illetve szögletre kiment. Na nézzünk egy szögletet. Úgyhogy ezért már érdemes szerintem megvenni a játékot. A régebbi konzolokra szerintem azért nincs, mert hát ezzel arra próbálják ösztönözni a vásárlókat, hogy megvegyék az új konzolt, és ez teljesen érthető. Szóval, hogyha kiadnak egy autót, azért van az, hogy van belőle egy, mit tudom én, első verziója, utána, mint 5 év múlva, vagy 4 év múlva kiadnak egy újabbat, és természetesen a másik az már nem megy annyira, több a biztosítás, meg hasonló, erre ezzel tudok példázódni. De igen, de ha megveszem, ha kijön a full verziót, akkor ráfrissíti. Úgy van, srácok, hogyha teljes verziót megveszed, akkor a mentésed teljesen megmarad. Tehát, hogy az Ultimate Team-en belül megmarad a zsetonod, amennyit összegyűjtöttél, a játékosok, a csapatod, akkor amit elértél, mit tudom, karriermódozol, az is megmarad.
megmarad a Journey-nek a mentése, szóval minden megmarad. Ez azért vágom ennyire, mert tavaly nagyon be voltunk fosva, akkor jutott eszünkbe, amikor ott elkezdtünk KB csapatokat összerakni, és mondom, várjál, hogyha kijön a teljes játék, akkor ez eltűnik? Nem, fölhívtuk az IE-t, és ott mondták azt, hogy ez a játék ez így teljesen megmarad, és hogy tudod ezt tolni. Úgyhogy igen. Akkor One-on is EA-Access-el lehet játszani, igen. Xbox One-on tudtok játszani, már. Egyébként az a durva, hogy a magában az Origin-ben, az alkalmazásban, ami van a gépen, abban nem volt benne ez, hogy tudok játszani, és a netes verziójával tudtam kvázi elindítani a letöltést. Ja, de hát ez egy unalmas meccs, sajnos, és ezt most már muszáj lejátszani. De nyugodjatok meg, srácok, mindjárt vége lesz, és akkor remélhetőleg lesz már valami kis akció. Aha, az még jó is lett volna. Húha. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a történetnek a vége, illetve azzal, hogy ugye úgy végződött a demóból az a kis rész, hogy megpróbálják megmenteni Alex Hunternek a karrierjét. Ugye nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez hogy is fog működni. És hogy az hogy is fog zárulni, mert egyébként nem tudom. Jó, Hunter! Majdnem. Konzolosok hogyan csinálják webappot? Hát az egy rohadt jó kérdés, tőlem is sokan kérdezték, de nem, az a baj, nem tudok, nem vagyok konzolos, és nem tudok segíteni, hülyeséget meg nem akarok mondani. Most megveszem az Origin Access-t, akkor 10 óráig játszatok egyelőre? Azt hiszem igen. Igen, hogyha most veszed meg az Origin Access-t, akkor 10 órán keresztül ki tudod próbálni, amíg megjelenik a teljes játék. Amint megjelent a teljes játék, akkor ez már nem elérhető természetesen. De amíg kijön a teljes játék, addig igen, addig meg tudod nézni. Jó. Aha. Oké. Srácok, egyébként addig fogjuk tolni ezt a live-ot, amíg engedi egyébként a játék. Szóval 8 órán van még hátra a játékból. Uramisten! Legalább egy ilyen kettő és felett meg kell, hogy hagynom. Hát 8 órát biztos, hogy nem fogjuk tolni. Szerintem nincs is annyi, most nem is enged nekünk annyi játékidőt. De... az jó lett volna. Uramisten, nem, kapás lövés az nem nagyon megy. Na, egyébként mindjárt vége a meccsnek. 2 perc hosszabbítás. Hány éves vagy? 22. Na, és ennyi is volt a meccs. Srácok, megnyertük. 4-0. Hunter 2 gól. Ja, manager feedback. Na, lehet, hogy kellett volna több paszt adni, na mindegy, ez jó így. 8 órás live incoming. Hát a 8 órás live-ot azért nem lesz, mert akarok egy food draftos videót, és ahhoz legalább egy ilyen 2-2 és fél óra kell. Jobb esetben lehet, hogy még több. Na, egyébként figyeljünk a játékra. You just don't realize what you have until it's gone, n'est-ce pas? So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this, boys. Ah, yes, Philip. Megint kifagy. Hát beszarok ezen a játékon. Hihetetlen. Úramisten! Tá! Még jó, hogy trial verzió. Másodjára dob ki. Elég jó. Na srácok, akkor indítsuk újra a játékot. Hatalmas taps neki. Beszarok, esküszöm. De hát egy trial verzió, reméljük, hogy a teljes verzió nem ilyen lesz. Ha ilyen lesz a teljes verzió, akkor én be fogok szarni. Na, nézzük. Elindul újra, vagy megáll? Érdekes. Nem tudom egyébként, de ki sem léptem. Meg semmi, és... Egyébként addig nézem a csetet. Nem is eredeti. Mi van? Mi nem eredeti?
Nem indul a játék, na várjátok srácok. Lehet ugyanaz van, mint Rekálnál, hogy annyiszor indítottam el, hogy szegény játék nem fog működni. Na várjátok, ezt megnézzük újra. Szóval, FIFA 18 CL verzió, indítás. Igen, teljesen kijött a FIFA 18, és teljesen szar, mert nem indul el újra. Ó, hogy nem igaz. Jó crash. Jövő itt pénteken megyünk Pestre, az tök jó program, de... Nem tudom, hogy mi van ezzel a FIFA-val. Game settings. Az nem. Hihetetlen. Hát srácok, nem tudom mi van. Kilépek az Originből és utána visszalépek. Ha nem fog működni, akkor ez ennyi volt. Gratulálunk az IE-nek egyébként. Ugyanez volt Rekálnál. Egyébként, hogy most azért nem tud videót felvenni, mert hát az Origin Access-es verziója a FIFA-nak úgy döntött, hogy... Ja, oké. Okay. Hát akkor srácok, ez ennyi volt. Az előbb kidobott a játék, úgyhogy hatalmas taps neki. Úgyhogy ma nem lesz szerint. Szerintem ez az élőadás ennyi lett volna. Igen, ott írja is az egyik srác. Ha London 2012-ben most nem fogok játszani, bocsi. Egyébként nem is az van a címben. Jó, ez nem. Hát, nagyon nagy gratuláció az IE-nek. Na várjátok, még egyszer megnézzük. Hát ha. Léci. Nem. Hát, ez a hatalmas gratuláció. Na srácok, hát akkor ez ennyi volt. Úgy néz ki. Úgy néz ki, mert ez a FIFA, ez. Á. Srácok, a FIFA csak akkor... Mi? FIFA csak el akar küldeni minket matekházit csinálni. De nem! Na látok srácok, nézek egy olyat. De az a baj egyébként, azt is ír az Originbe, hogy egy nap háromszor lehet elindítani. Ugyanez volt Rekál, de nekem ez eddig nem volt kint. Most ugye kifagyott ott, ahol... a drágalátos... vagy nem mezeket, hanem a kis cuccokat kellett választani. És hát úgy döntött, hogy újraindítom és megint ki fog fagyni. És hát igen. Mikor lesz megint FIFA nosztalgiás videó? Ja, lehet ilyen retro FIFA? De most ez mi? Lejárt játékmeneted vagy mi? Nem. Nem járt le srácok. Megvan még mindig. 8 órán keresztül tudnék játszani. Csak hát az EA Sports háromnál többször nem engedi azt, hogy tudjak nektek streamelni, illetve játszani az egésszel. Ez már a teljes játék, igen, ez a teljes játék, hajrá Lehel. Egy kérdésem, hány éves vagy, ezt már szerintem meg is válaszoltam, mennyi a teljes játék. Azt is igen, ne érdekeljen hányan nézik, aki nézi, az legalább érdekli, és engem is érdekel, úgyhogy hajrá papi. Nagyon szépen köszönöm, köszi szépen, ciao, játsz már egy PSG meccset, használ már a sárga meszt. Oké, okay. Az a baj, most azt nem fog tudni, úgyhogy ennyi lúc érkezett, még volt itt, hogy egy Ultimate-ben milyen ligás csapatod lesz. Úgyhogy szerintem még egy picit beszélgetünk, az a baj, hogy nem tudom elindítani ezt a játékot, és hogy ezt mi a szarért kellett belerakni, hogy egy nap háromszor tudjam elindítani ezt a játékot. Az egy nagyon-nagyon jó kérdés, úgyhogy indítsunk egy zenét szerintem.
És akkor egy picit dumálgatni fogunk. Ez Icon Edition, nem az Icon Edition, srácok. Ez az Early Access, és azért nem engedi háromnál többször elindítani. Befosok, esküszöm. Jó, van, megint éjjel kell ezért FIFA videót fölvennem. Na mindegy, az van, hogy hát igen, ez kifagyott elég jól. Na de, beszéljünk egyébként a sorozatokról is. A focis, illetve focis, a FIFA sorozatról, hogy nekem a FIFA 16 jobban bejön, én maradok annál, hát szerintem ez nem annyira jó. Na igen, egyébként jöhetnek a kérdések is. 17-tel játszom, nem lesz a 17-tel több, mert el nem indítom azt a szart. Hihetetlen, mennyire izé fos az a játék már. Draft mikor lesz? Kérlek szépen, szerintem a hétvégén, vagy szombat délelőtt, vagy vasárnap délelőtt, de valamikor ez a két nap lesz. Ez rendes verzió, hogy Deluxe, nem, ez a trial verzió volt, srácok. Csak hát gratulálunk neki, hogy nem engedi, hogy háromnál többször elindítsam egy 24 órán belül. Hihetetlen, pedig mindig ez van. Legutóbb az volt, hogy a YouTube miatt nem tudtam élőadást csinálni, most meg a drága látos EA Sports miatt. Következő alkalom nem is tudom, mi lesz. Mindegy, ez az én szerencsém. Nem akarsz live-ot csinálni, hát webappal nincs, amit szerintem csinálni. Webappal tudnék nyitni csomagokat. De hát ennyi. Legjobb vagy, nagyon szépen köszönöm. Webappba dobj össze egy Ultimate Team csapatot. Már összedobtam, srácok, egy BPL csapatot. Ennyire megutáltad a FIFA 17-et, hát az tele volt a hócipőm, finoman fogalmazva. Milyen videók lesznek. Srácok, megpróbálom úgy intézni a következő pár hónapot, hogy még amíg jó idő van, idézőjelben, most nagyon fos idő van, de még jó idő van, addig megpróbálok pár focis videót csinálni. De miután ugye jön a tél, megpróbálok egy-két sorozatot visszahozni régebről. Ez nem azt jelenti, hogy Torreadoros sorozat lesz, mert ugyebár a spanyol játékosokat nem hiszem, hogy meg fogunk tudni venni. De szerintem vissza lehet, hogy lesz egy West Ham projekt. Talán, meglátjuk, hogy mennyi pénzem lesz. És egyébként az a baj, hogy addig nem is tudok így sorozaton gondolkodni, amíg nem fogom elnyitni a FIFA pontjaimat, mert akkor derül ki, hogy mennyi pénzem is lesz, és akkor abból fogok majd építkezni, és abból fogom majd eldönteni effektív, hogy milyen sorozatra van pénzem, illetve hogy mit tudok venni. Lesz a későbbi draft kihívás. Igen, most draft kihívás lesz, illetve kihívás, nem is kihívás, hanem volt már ilyen draftos videó. Imádlak le, nagyon szépen köszönöm. Ronaldo projekt. Igen. Oké. Valószínű. BLOP, ennyi volt. Egyébként igen, a BL-es csapat az nagyon OP, és egyébként kinyitottam a csomagokat, amiket alapból ad az EA. És egyébként rohadt jó játékosokat kaptam egy Timo Wernert, amit egyébként akkor adok el, amikor ugye kijön majd majd mindenkinek a játék, mert akkor 25 000 zsetonért is simán elmegy. Kaptam Forsberget. Egyébként az a durva, hogy egy Okazakin van, meg egy... mi is volt? Egy Okazaki, meg egy Berahinho. És az a durva, hogy egyik játékos sem gyors annyira, Berahinho még valamennyire igen, de hát... Okazaki egy picit vele lassabb. Egyébként nem tűnik fel, hogy most már ilyen 80-as vagy 75-ös játékosra támadsz. Tök jó mindegyik, jól passzolnak, és egyébként nagyon-nagyon sokat kell nagyon-nagyon sokat kell távolról próbálkozni. Esküszöm, volt egy ilyen távoli, nagyon távoli helyzet, mondom, rálövöm. Olyan kapufa lett, hogy majdnem visszapattant a 16-os és a középkezdés közé. Szóval nagyon durva, nagyon jól mennek a távoli lövések. Hunterrel, ha lesz alkalom, eligazolsz? Igen, srácok, szerintem nem is, hogy lesz alkalom, biztos, hogy el kell igazolni.
Legyen PES 2018, hát nincs meg a játék, és most azért nem fogom megvenni, hogy egy élőadást toljak vele. Niki azt kérdezi, letörölte Twitch-en a live-ot. Nem töröltem le Niki a live-ot, de azt hiszem, hogy meg kell majd próbálni. Mi? Jó, ezt hagyjuk. Majd meg kell néznem egyébként, hogy mi van. De már nem lesz most FIFA. Szerintem nem. Nem 29-én jön ki. Játék, bocsa, hülyeséget kérdezek. 29-én azoknak jön ki, akik a standard verziót vették. 26-án azoknak jön ki, akik vagy a Ronaldo Edition-t vették, vagy a Icon Edition-t. Akinek van Origin Access-e az Xbox One-on, illetve PC-n tudja tolni. 10 órán keresztül, csak hát lefagyott. Sansonnál mikor lesz Vidi? Amúgy nagyon bírlak, nagyon szépen köszönöm. Egyébként Sanson akkor indította el a FIFA 18-at, mert neki is van Origin Access-e, amikor én itt, kifagyott nekem a játék. FIFA 17-ből nem lehet áthozni a zsetont, nem lehet a FIFA 17-ből a zsetont nem lehet áthozni, viszont ha van ott FIFA pontod, akkor azt át tudod hozni a FIFA 18-ra. Kaptam egy 76-os fert, kezdő SBC pubom, meg All Player Spec-ből egy Williant. Na, az tök jó. Egyébként az a fair, az nagyon jó játékos. Holnap is megpróbálod. Igen, szerintem holnap is neki fogunk futni. Ez szar, hogy kidob a FIFA. Hát sajnos erre nem ítéltek. De hát ez van. Benne van a The Journey-be a La Liga. Igen, srácok. Valószínűleg ott, ahol majd át kell igazolnunk, ott benne lesz mind az öt főliga. Tehát, hogy váltok, lehet, nem lesz mindegyik liga benne. Lehet, hogy az olasz nem lesz benne. Az olasznak azt hiszem, hogy nincsen teljes licensze. Azt biztos tudom, hogy úgy van, hogy lesz egy MLS, lesz egy La Liga, lesz egy BPL, lesz egy francia liga, meg lesz egy Bundesliga. Lehet, hogy lesz Serie A is, csak azt nem tudom, legalábbis én nem. Squad Builder Rekállal, amúgy te vagy a legjobb. Hát, max a Rekál majd jön Pestre, akkor lesz ilyesmi. Ja, Informot! Az igen! Bocs, én olvastam rosszul. Egyébként, az durva. Hunter, ha lesz... Hunter, mi? Hunterben lesz Bundesliga is. Igen, lesz! Most mondtam egyébként, srácok, csak az a baj, hogy csúszik a chat. Chat! Élőadás. Lesz Coop Season Project Lucky-val. Hát nem tudom, én tervezek egyébként Lucky-val majd egy FIFA-t tolni. Lehet nagyon kikapok, nem is az a lényeg, de egy videóban már rég akarok játszani, de majd írok neki. Szerintem srácok mára ennyi. Úgyhogy mindenkinek jó matekházi írás kívánok. Sajnálom, hogy az EA Sports miatt az EA Sports miatt nem tudjuk tovább tolni ezt a live-ot. Hát hatalmas gratuláció neki, és nagyon nagy szégyen, esküszöm, hogy egy teljes játék. Egyébként, ahogy láthattátok, a hálók a kapukon még mindig szarok, és azért is nagy tapsjár az EA-nek. Lehet legjobb baj. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok a mai délután. Mindenkinek jó lecke írást, vagy éppen amit csinál, az jó kedvet, meg jó szórakozást. Attól függ, hogy mit csináltok. Úgyhogy holnap találkozunk. Örülök tényleg, hogy itt voltatok, és holnap szerintem egy picit később ilyen 4-5 fele fogjuk tolni. Mert ugye már péntek lesz, és akkor remélhetőleg az EA Sports nem fog velünk kibabrálni, és le fogjuk tudni tolni a Journey-t addig, amíg engedi a játék. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Pacsi nektek, szevasztok! Hello!